Zöldítsük ki Budapestet program teljes fordulatszámon üzemel. Most azt láthattátok, amilyennek én ezt alapvetően elképzeltem. Szóval itt van az a 8 fa, amit elültettünk, és megjöttek a lajtos kocsik is, vagyis egy darab, hogy meglocsolják ezeket a növényeket, hiszen a meleg nyárban szükségük van vízre ahhoz, hogy cseperedni tudjanak, nőni tudjanak, szépek legyenek, dúsak legyenek, de gondozásra is van szükségük, amit a 25-ös számú Szent Imre cserkés csapat vállalt el nagyon-nagyon jó fej módon, és ők kijöttek és meggyomlálták őket, meg felszedték a cigicsikeket, de tökre nem kéne ilyeneket eldobni, mert az nem jó fejség, de ez is csak azt szolgálja, mármint hogy a gyomlálás meg a tisztítás, hogy ezek a fák szépek legyenek és boldog fák legyenek. És hát az van, hogy nyáron a cserkés csapatok alapvetően azért szünetet tartanak, de ősztől egy-egy őrs fog örökbe fogadni egy-egy fát a nyolcból. Egy őrs az ilyen 8-11 főből áll, és szigorúan nem koedukált, szóval vannak fiúk meg lányok, általában évfolyamonként vannak az őrsök, és hát egy-egy ilyen őrs örökbe fogad egy fát és gondozza, de hogy azt többször elmondtam már, alapvetően nem az a cél, hogy mindenhol a cserkészek segítsenek nekünk, bármennyire jó fejek is, hanem hogy ősztől kiterjesztjük ezt a programot a kerületbe, és onnantól kezdve a lépcsőházak maguk pályázhatnak arra, hogy egy fát ültessenek a saját házuk elé, és aztán azt a fát majd gondozzák is remélhetőleg, hiszen az ő fájuk lesz, és ezáltal fog kizöldülni Budapest. És most egyre jobban hiszek ebben az egészben. Szóval jó volt itt lenni, és jó volt nézni ezeket a fiatalokat, akik ilyen szépen gondoskodtak ezekről a fákról. Mi viszont most megyünk tovább, mert dolgunk van, hiszen a Huawei-es játékban győztest hirdettünk, úgyhogy el kell mennünk Siófokra, és át kell adnunk a Huawei P30 Pro-t a nyertesnek. Gyertek! Kit tisztelhetek? Adrián, névazonosítás. Adrián. Hát Adrián. Nagyon örülök. Szia. Magyar Ősi Csaba. És hát hadd gratuláljak. Nagyon és átadom szépen, köszönöm. A Huawei P30 Pro-t, a fődíját a Huawei Akadémia játéknak. És örülök, hogy találkozunk én személyesen is. Na szóval, amit az előző adásban már elmondtam, de talán nem tudja mindenki, aki nem látta azt az adást, hogy meg neked sem fejtettem ki annyira, hogy igazából három zsűri volt, ugye három olyan személy, aki tanított is minket a Huawei Akadémiában, Hegyi Zsolt, Ritter Doron és Kovács Robi, és ők külön-külön próbálták megtalálni azt, aki a legérdemesebb erre a díjra. Nagyon-nagyon sok szuper jó képet készítettet, egy csomó tehetséges ember készített mindenféle jó ötlet mentén jó képeket, de hogy kellett egy győztes. És ők nem beszéltek össze egymással, ráadásul nem is mondtuk meg igazán, hogy ki áll a képek mögött. És ennek ellenére, vagy ezzel együtt, mind a hárman téged hoztak ki győztesnek a rengeteg jelöltből, úgyhogy azt gondolom, hogy ez ilyen borzasztó egyértelmű volt. És ez azért hangsúlyoztam ki, igen, most erre mi a fenét mondja, ugye? Szóval ezt azért hangsúlyoztam ki, mert hogy nem tudták, hogy ki áll a fotók mögött, mert hogy megmutatnád, hogy milyen telefonnal fotózol egyébként? Egy ilyen... Huawei P10-zel viszont egy P10-essel, nem? Az most nincs nálam. Szóval, hogy egyébként Huawei felhasználó, de hogy ez tök véletlen volt, és hogy ez egyáltalán nem volt feltétele a győzelemnek. Mutasd már meg, hogy benne van egyáltalán a telefon, mert én csak elhoztam a Huawei-től, de benne van. Vedd is el. Ilyen színű? Fekete. Ha minden igaz, akkor fekete. Az jó? Igen, az meg nagyon örülök. Na jó van. Hát ha örülsz, akkor mi is örülünk. Itt van. A Huawei P30 Pro. És ez nem az, amit egész eddig mutogattam, mert mondtam, hogy nem az lesz a fődíj, hiszen az használt, hanem egy új példány. És ezt fogod tudni, mármint hogy a P10-hez képest van valami... Előrelépés sok. Aha. Rengeteg. Gyere egy kicsit feljebb már, mert ott vagy lent én valami. Főleg az éjszakai fotózásban fogom tudni kihasználni a képességeit, meg a zoom. Aha. Ami nagyon jó. Ja igen, az ötszörös zoom, igaz? És figyelj, mesélj már egy kicsit, hogy te, hogy is mondjam, ilyen profi módon, vagy hobbi módon fotózol? Hobbi szinten. Körülbelül egy... másfél éve kezdtem el aktívabban fotózgatni. Aha. Ja, tehát azelőtt nem volt semmi, és ezt is telefonnal? Hébe-hóban nyomkodtam, de nem igazán. Ezután kezdtem Instagramra is feltölteni őket, ott egész jó visszajelzéseket kaptam, és ezért folytattam is. És hogy is mondjam, a profiktól kaptál visszajelzést, vagy a közönségtől? A közönségtől. Tehát eddig még nem volt szakmai visszajelzés arra, hogy nagyon jó, amit csinálsz. Nem, szakmai egyáltalán nem volt. Tudod, mi tetszett nekem nagyon? Sok minden tetszett nekem nagyon.
de a selfie megoldása. Selfie? Aha, az azért tetszett nagyon, mert hogy sokan voltak a selfie-nél, akik azt mondták, hogy na ők itt szállnak ki a játékból, mert hogy nem akarják megmutatni az arcukat, és hogy valahogy az, az egészhez nincsen semmi kedvük. És hogy én akkor is elmondtam, hogy egyébként erre lehet kreatív megoldásokat is találni, és te tökre találták kreatív megoldást, mondjuk most megmutatjuk az arcodat elég sok embernek, de ugye itt alapvetően egy kéz volt kitartva, amire egy arc volt rajzolva, és hogy tehát, hogy valójában mindenre lehet egy jó ötletet találni, és minden nehézséget át lehet hidalni valószínűleg a fotózásban. És akkor most üzembe helyezed, vagy milyenkor a... Most megyek a plázában és felrakom rá a tokot és a fóliát. Ja, hogy akkor vásárolsz egy tokot. Igen, is, már és utána jártam, mielőtt érkeztél. Ráadásul te most várjunk csak, te meglehetősen fáradt vagy, ugye? Fáradt, mert ha jól tudom, te végig dolgoztál egy éjszakai műszakot. Te hány órával ezelőtt keltél fel? Hát körülbelül egy 3. Három óra, nem, ja, hogy aludtál egy kicsit? Aludtam 2 órát. Ja, 2 óra alvás van benned. Ó, úristen. Hát figyelj, még egyszer gratulálunk, tök jó, hogy részt vettél ebben az egészben. Nagyon szépen, köszönöm. És nagyon értékes képekkel gazdagítottad a sorozatot is, meg az univerzumot. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, még egyszer gratulálunk, mert ez egy csodálatos eredmény. Ciao, jó pihenést. Köszönöm, viszont. Hát a legjobb helyre került, azt gondolom. Örülök ennek a versenynek, és örülök, hogy ilyen nagyon sokan indultatok rajta, és örülök, hogy ilyen nagyon sok jó kép készült ezen a versenyen. Úgyhogy az, az igazság, hogy mindenkinek gratulálok, aki ebben részt vett, és valamivel gazdagította az Instagramot, mert kellenek oda azért értékelhető képek is, de tény, hogy ez megtörtént. Na figyeljetek, és hogyha már eljöttünk Siófokra, hogy átadjuk ezt a díjat, akkor a környéken azért kéne egy icipicit csobbanni abba a vízbe, nem? Csobbanjunk egy icipicit abban a vízben. Lecsüttelek. Hello. Hello, hello. Megvonatok? Meg lesz. És mi a célatokkal? Na jó, van, hagylak vásárolni. Rendben, köszi. Hello. Ciao. És hogyha nyár van, meg Balaton, meg délidő, akkor rögtön két helyet is tudok, ahol lehet ilyenkor enni. Az egyik az M7 Bistro, leánykori nevén Alba Park étterem, ami egyébként technikailag nem is a Balatonon van, hanem félúton Budapest és Siófok között az autópálya mellett, és hát ami 40 éve körülbelül egyfolytában ugyanitt van. És abból 20-valahány éve készíti Erzsi néni azt a fahéjas csigát, amit még Dóra mutatott nekem 10 éve ezért, azt hiszem, hogy több évszám ide már nem fér bele, és amit azóta is imádok, és amiről többször elmondtam már talán mindenféle platformon, hogy mennyire legendás. És az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért is vagyok itt, mert ennek a helynek a PR-os ügyeit a csodálatos Pákolic Attila intézi, akinek köszönhetően ugye bejártuk már együtt a félvilágot, hiszen az összes utazós videót azt tulajdonképpen ő szervezte le, vagyis hogy ő tette lehetővé, hogy ennyi helyre menjünk, és ennek a helynek is ő áll a hátterében, nem mint tulajdonos, hanem mindenféle jó tanáccsal segíti az M7 Bistrónak a munkáját. És hát az az igazság, hogy ez nem egy fizetett hirdetés, de még szezon előtt megígértem Pákolic Attilának, hogy beugrok ide valamikor, és megnézem, hogy mennyit fejlődtek azóta, hogy utoljára itt jártam tavaly. És az az igazság, hogy ez azért nem nagy áldozat, mert Dórával, amikor errefele járunk, akkor úgyis mindig beszoktunk ide ugrani és eszünk valamit, csak mostában nem jártam igazán errefelé.
Idén azt hiszem, hogy most vagyok először szezonban a Balaton környékén, és hogyha már idáig eljöttünk, akkor ugorjunk is vissza a Balaton partjára, mert ott van még egy hely, amit mindenféleképpen meg akarok nektek mutatni. A másik hely meg a Széplaki lángos büfé. Ezt a helyet többször a legjobbnak választották az országban, mármint hogy több szakértő is azt mondta, hogy itt készítik a legjobb lángost egész Magyarországon, amit én is meg tudok erősíteni, mert annak idején, amikor még az I Love Balatonnal foglalkoztam, akkor munkaköri kötelességem volt végigzabálni az összes lángosozót a Balaton környékén, és úristen, és itt egy ilyen titkos recept van, amit állítólag a mostani tulajdonosnak az anyukája, vagy lehet, hogy az anyuka még mindig tulajdonos, nem tudom ezeket a részleteket, szóval egy autó áráért vett annak idején. Annyira ízlett neki ez a lángos, hogy kifizetett egy rakás pénzt érte, aztán idejött, megnyitotta ezt a lángosozót, ami azóta is legendás, vagy legalábbis 2-3 éve még az volt. Most teszteljük, hogy mi a helyzet 2019-ben. Hello! Sziasztok! Ugye nem forgatni akkor? Nincs lángos. Nem jött meg a zsírom, hallod. Jaj, ne! Nem tudok neked most adni. Jaj, semmit. Nagyon el vagyok keseredve. És meddig nincs lángos? Hát, nem tudom, mikor jön le az állat. Na, lehet, hogy jó. Ó, basszus. Azt gondolom bosszantól most. Hát, szerinted? Jól van. Hát akkor telefonáltam Orba szájba, aha. Vagy jössz holnap, vagy ne. Később este fele. Ja, hát megyek vissza Budapestre, köszönöm. Hát akkor legközelebb. Oké, okay. Hello, semmi gond. Annyira, de annyira csalódott vagyok, szóval, hogy már itt éreztem a számban azt a lángost. Figyeljetek, minden esetre, ha erre jártok, ahogy néztem, pontosan ugyanaz a csapat, mint régen volt, úgyhogy akkor valószínűleg érdemes megkóstolni ezt a szuper lángost, és majd írjátok le, hogy milyen a videó alatt. És nem tudok mit csinálni. Na mindegy, kösz, hogy velem voltatok. Tudjátok, találkozunk. Sziasztok!